Ez tényleg egy kalandpark. Nagyon jó ez a játszótér. Amint beléptek a gyerekek a játszótérre, azonnal kipróbálták a különböző csúszdákat, mintákat, házikókat. A gyerekeknek leginkább a drótkötélpálya tetszett, amint megérkeztek a játszótérre, már is sorban álltak, hogy minél előbb kipróbálhassák. Mert nagyon szeretem kötélcsúszdákat is. Voltunk már más helyen is, és akkor ott is. Nagyon érdekes, jó mulatság. A Platán Civil Egyesület ötlete volt az etno játszótér felépítése. Olyan lehetőséget szeretünk volna létrehozni, ami a faluról is szól, ami a természetes környezetről szól, ami a természetes anyagokról szól. Az egyesület pályázaton nyert összegből építette fel a játszóteret. Ez egy példamutató dolog, hogy hogyan kell a pályázati pénzeket felhasználni céleszközként, és úgy felhasználni őket, hogy azok úgy is legyenek elköltve, ahogy azt a pályázati pénzeket illene elkölteni. Valóban hiánypótló, mert ahogy körülnéztünk hajdújáráson, valóban a gyerekeknek nincs olyan tér, olyan hely, ahol játszanának olyan játékokkal, mint amiket itt látunk. Egy ilyen gyönyörű szép játszótér, zárt térben, szabadon, de kapu mögött, úgyhogy a telek tulajdonosai vigyáznak arra, hogy a játszótér megőrizze az állagát, azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. A játszótér valóban nagy örömére szolgál a gyerekeknek. Reméljük, sok kalandban lesz részük.